Logikusan következnek egymásból az események, ugye Sztálin halála után történik meg Magyarországon a váltás, tehát a Rákosi Mátyás vezette magyar dolgozók pártjában történnek fordulatok, és ennek következtében ugye Nagy Imrét nevezik ki miniszterelnöknek. Ez a május-július 4-i dátum, ezt mindenki tudja, ha más nem, akkor a eddigi tanulmányaiból, hogy ez úgy zajlott, hogy ki kellett menniük előtte Moszkvába, ahol Rákosi Mátyással közlik, hogy mostantól kezdve Nagy Imre lesz a miniszterelnök, és ő ugyan továbbra is a MDP-nek, tehát a Magyar Dolgozó Pártjának az első titkára marad, és így mennek haza. A következő dátum az picit érdekesebb, hogy Nagy Imre bukás. Nagyon sokan azt mondják, az 53 és 55 közötti enyhülés szakasz, és az, ami ahhoz elvezetett, hogy Nagy Imrét leváltsák, az eredményezte azt, hogy a magyar társadalomban kitört végül is egy ilyen lázadási szellem, hiszen azt a minimális reménysugarat, amit Nagy Imre jelentett, azt is kivonták a vezetésből, és nagyon sokan ekkor gondolták azt, hogy most már elég volt, és valóban ki kell menni az utcára. Hogyha még egy olyan kommunistát, és aki egyébként moszkovita kommunista, mint Nagy Imre, és aki teljesen más képtében gondolkodik, mint Rákosi, sem hagynak a vezetés élén, akkor ténylegesen kell valamit tenni. Az angol száz szakadalomban leginkább az 1950. február 25-i Kruscsovféle úgynevezett titkos beszédre hivatkoznak. Ugye a Szovjetunió kommunista pártjának a 20. kongresszusán elhangzott beszéd, amelyben Kruscsov ismerteti Sztálinnak a bűnei, tehát itt ugye előkerülnek a 30-as évek nagyferei, és nagyon sokan ehhez kötik aztán a bekövetkező fordulatot, illetve mindazt, ami Magyarországon történni fog majd októberre. Egy dolog azért felhívnám a figyelmüket, ez az úgynevezett angol száz secret speech, ez nem létezik. Tehát olyan, hogy titkos beszéd az SKP 20. kongresszusán nincs, ez több száz ember hallgatja végig. Ez olyan zárt ülés, ami után hazamennek az elvtársak, és otthon ugye elmondják, hogy tulajdonképpen miről is beszél Sztálin, és már ugyanaznap a New York Times-os újságírók szólnak, hogy tulajdonképpen miről is beszélt a Kruscsov, hiszen ahogy jönnek ki a küldöttek, hát látják, hogy valakinek ugye könnyesek a személyi, nem értik, hogy mi történt, és ott megszólítják őket, és egyből ugye első kézből kapnak információt a küldöttektől, akik ezt végighallgatták. Ez egy utólagos visszavetítés, vagy titkos beszéd. Hiszen amikor kitör a magyar forradalom, ez is egyik hatása az eseményeknek, akkor meg kell magyarázni, hogy mi vezetett el odáig, és nagyon sok külföldi kommunista párt rámutat arra, hogy hát tulajdonképpen az egésznek az elindítója az a bizonyos 20. kongresszusi beszéd volt, és akkor föl tudják ugye otthon tenni az elvtársak Moszkvában a kezüket, hogy hát ez egy titkos beszéd volt. És aztán ugye ez így bekerül az angol szakirodalomba, hiszen ők mondták, hogy ez egy titkos beszéd volt. Tehát értjük a sajátságos hatást, amit kiváltam a magyar forradalom ebben a tekintetben is. De ennek van egy következménye, mégiscsak ez pedig Rákosi leváltása, hiszen azáltal, hogy Kruscsov felemlegeti a 30-as évek pereit, ezáltal Magyarországon is elkezdenek azzal foglalkozni, hogy tulajdonképpen mi történt a Rajperrel, az egyéb ügyekkel mi történt, hogy volt tulajdonképpen a Kádáriknak az elítélése. Tehát előjönnek ezek az ügyek, és meg kell keresni a bűnösöket Magyarországon is. És hát miután először Péter Gábor, aztán később Farkas Mihály kerül majd a börtönbe, nyilván fölmerül a kérdés, hogy hát de azért nekik van egy főnökük, úgymond, és a Rákosi hol van ebben a történetben. Tehát nem tartható a továbbiakban ebben a pozícióban ott Rákosi. Én azt mondom, hogy ennél jóval bonyolultabb a történet, és az egész visszamegy 1943. november-decemberén a teheráni konferenciára. Hiszen itt fogják eldönteni azt az alapvető kérdést, hogy hol fogják megnyitni az új frontot, a szövetségesek, a nyugati front, mi fog történni, hol fognak partra szállni, és ez a tárgyalás sorozat fog ahhoz vezetni, hogy Magyarországra megérkeznek a szovjet csapatok. Tehát, hogyha keresjük az origóját az eseménynek, hogy mindez, ami Magyarországon történik 1945 után, az miért is következik be, akkor tudnunk kell az eredőjét, és ez pedig nem lesz más, mint a teheráni konferencia. Én nagyon szeretem ezeket a képeket, és lehet, egy kicsit interaktív leszek ebből a tekintetből, de ha megnézzük a három úriembert, tehát az Amerikai Egyesült Államok vezetőjét, közti fel Franklin Delano Rooseveltet, ugye Joseph Stalin, Stalin és a Churchill, hogy ki nyerte vajon ezt a tárgyalást ez alapján, a kép alapján, mit látunk ezeken az embereken, milyen a tekintetük. A fotó is egy forrás egyébként a történésznek, tehát a ránéz, ahol tud következtetni, hogy mi volt tulajdonképpen ennek az egész eseménynek a tétje valójában. Nyugodtan lehet, ha... Így van. Ő néz egyedül Krista igazából a kamerában, ugye? Tehát teljesen kihúzott pozíció, még egy kis mosoly is van rajta.
által hozzá, egy kicsit érdekesebb, hogy elnéz, de már ez is sokat mond, hogy miért, hogy egy picit így Stalin felé fordul, miközben a lábaival ugye a másik irányba Churchill felé, és nézzék meg Churchill, hát teljesen, hát amúgy sem volt egy olyan túl magas ember, de nézzék meg, beleültették ebbe a picike székbe. Tehát ő a legkisebb széken. Tehát én nem tudom elképzelni, aki oda vitte és ezt beállított, hogy véletlenül rakta volna oda alá, vagy ő választotta volna magának, hogy még ugye még, össze, még inkább összecsukoljon ebben a képben, és még inkább egy ilyen, hát elég érdekes gondolkodó pozícióba kerüljön. Ez nem véletlen. A Churchill nem úgy érkezik ide, hogy azt gondolja, hogy a brit nagyhatalom az valójában nem fogja tudni megtartani nagyhatalmi pozícióit. Úgy érkezik Teheránba, és úgy kellene hazamenni, és otthon majd ugye elmagyarázni a Daily Mail, meg az egyéb újságíróknak, hogy mi is történt Teheránban, hogy tulajdonképpen minden nagyon rendben van, lesz egy balkáni partraszállás, ami földközi tengeri birodalmunk az ugye épp marad és intakt, Suez és a többi nem kell elmondanom, tehát a gyarmat birodalmaikhoz a kiárat megmarad, így kéne hazaérkeznie, ehelyett meg azzal szembesül, hogy hát Stalin és Roosevelt egy teljesen más megoldásban egyeznek meg, hogy lehet mondani a britek kárára, mert az egész a britek kárára történik, amely arról szól, hogy igenis egy nyugati partraszállás lesz Franciaországban, és jobban tehetjük fel a kérdést, hogy miért. Hát nézzük meg az amerikaiakat. És azt gondolom, hogy ezt érdemes azért kicsit távlatosan látnunk az amerikai érdeklődést a területen, hogy általában a kelet-közép-európai térség, hogy mit is tudnak, meg hogyan is gondolkodnak erről a területről. Franklin Delano Roosevelt valójában nem látott mást, mint ugye Amerika biztonságát, és ezért senki nem hibáztathatja őt. Az Amerika biztonsága szempontjából az elsődleges kérdés az, hogy Franciaországban mi fog történni, hogy ott milyen rezsim lesz. Hiszen az Atlanti-óceán másik partján már közvetlenül ott van az amerikai partok, ugye Washington, New York, a legnagyobb tulajdonképpen városai, ezeket kell neki megvédenie. Úgy nem mehet haza, hogy azt mondja majd esetleg a katonai vezetőnek, hogy teljesen jó, mert Kelet-Közép-Európa ügyét megoldottuk, hogy joggal föltetik majd a kérdést, ez rendben van, de ez mit eredményez, magyar, mit eredményez az amerikai szempontokból ez a megoldás. És pontosan ez az oka annak, mivel ő elsősorban Franciaország érdekli, illetve a nyugati államok, hogy ezért megy bele ebbe a történet. Ez a legfontosabb. És van még egy, amit őt nagyon érdekli, hát kérem szépen a csendes óceáni harcok. Mi lesz Japánnal? Fognak-e a szovjetek segíteni, vagy nem? Tehát ez is egy kulcskérdés, és Stalin természetesen felajánlja, hogy fog. Tehát amit befejezik az európai háborút, akkor meg tudják oldani a másik égető kérdését az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy mi lesz Japánnal. Tehát itt a magyar kérdések huszadrangok, meg a kelet-közép-európai ügyek. Egyetlen egy téma van, ami mondjuk így érdekli őket, Lengyelország sorsa. Ugye Lengyelország egy központi helyen van, ugye Németország és a Szovjetunió között az egyik oka, egy nagyobb területről van szó, ugye rendelkezik tengerrel, tehát ez teljesen más geostratégiai pozíciót foglal el, mint Magyarország. Ráadásul Lengyelország ugye a szövetségesek oldalán harcol, mint tudjuk ebben az időben, tehát nyilván ez egy égető kérdés, de ott is megoldják tulajdonképpen úgy, ahogy Stalin szeretné, tehát azokat a területeket, amiket már elfoglalt, vagy visszafoglalt nézőpont kérdése a Szovjetunió, azokat a területeket megtarthatja majd, ugyanúgy, hogy a balti államokról is szó van azokat is, tehát itt már eldöntik, hogy tulajdonképpen miről lesz szó. Nagyon fontos az, hogy nem lesz külön béke. Ezt nem szokták emlegetni. Ez azt jelenti, hogy egyes államok nem tudnak külön tárgyalni. Tehát ebben nem mennek bele, hogy Magyarország majd hogy külön alkukat kössön bárkivel is, hanem az az alkon, hogy megküntetik, az csak akkor érvényes, hogyha mind a három ott lévő szereplő bele fog egyezni a történetbe. Tehát azok a béketapogatózások, amit Horthyék nyitanak, ezért kérdőjelezhető meg elsősorban, hiszen ha valakivel valamit aláírnak, az nem biztos, hogy a másik kettő el fogja fogadni ebből kifolyólag. Ugye a háborús bűnösök kérdése, ez majd különösen a magyar sajátságos társadalom alakításban lesz szerepe, meg nagyon sok más országban is, ebben után, és ugye erről Magyarországnak a sorsa. Tulajdonképpen aki igazán győztesként áll föl, az Stalin, hiszen szinte mindent megkap, amit szeretett volna. Ugye a Balkánon nem, de egyébként az, amit ő elképzel, az megvalósul. Nagyon érdekes a kérdés, hogy ezek után az amerikaiak, hiszen ez a fő kérdésünk, amikor foglalkozunk 56-tal, hogy nagyjából mit is gondoltak, mint általában az angolszász hatalmak, tehát az elvált a nyugati világ hatalmai, mit is gondoltak Magyarországról ebben az időszakban, vagy a hidegháború időszakában, miután megtörténik ugye a szovjet megszállása, a kommunista átalakítás. Ehhez van egy vizsgálat. Roland Tibornak a módszerét alkalmaztam. Tudják, nagyon nagyszerű, hogy most már nekünk történészeknek rendelkezésünkre állnak a különböző angolszász folyóiratoknak az internetes keresői.
ahol archív anyagokat tudunk keresni, szavakat beírva. És meg tudjuk állapítani, hogyha beírjuk mondjuk azt, hogy Hungary, hány találat érkezik, mondjuk azt, hogy beírjuk, hogy Poland, tehát hogy Lengyelországra mennyi érkezik, mert ebből tudunk arra következtetni, hogy valójában az angolszász sajtót mennyire érdekelte, és az angolszász politikát ebből következően, itt azért politikai napilapokról, meg hetilapokról van szó, Magyarország. Hiszen ez a kulcskérdés, hogy mennyit tudtak rólunk, és mennyire érdekelte őket a régió. Hogy melyik volt az az ország, amivel a legtöbbet foglalkoztak. Ugye New York Times-ot vizsgáltam, a Manchester Guardian-t, ugye Guardian, 56-ban még Manchester Guardian, a The Times, ugye ez egy angol napilap, az Observer az egy hetilap, szintén ugye Nagy-Britanniában, és ebben megnéztem a különböző országokat. Na most az igaz, hogy Romániához és Bulgáriához képest Magyarország jóval fölötte van. Tehát ez egy olyan dolog, amire nyugodtan mondhatom, de tessenek megnézni azt, hogy Lengyelország mennyivel kiemelte pozícióban van, mint Magyarország. Mennyivel többet foglalkoznak Lengyelországgal, mint Magyarországgal. Nagyjából a Magyarország pozíció a Csehszlovákiával hajaz. Tehát, hogy nagyjából azon a szinten vagyunk, ami az érdekében, megint, hogyha megnézzük a grafikon, és nagyjából ez a valóság. De, hogy ez mit jelent? Nézzük meg, hogy Franciaországgal mennyit foglalkozik a New York Times. 200 000 találat a hidegháború alatt. Az egész régiót úgy, ahogy van, elfelejtetjük, mert Franciaországgal sokkal többet foglalkozik az amerikai sajtó. Egyébként jegyzem meg, az amerikai sajtónak általában az európai központja mai napig is a legtöbb hírügynökségnek, ugye Párizsban van. Budapesten ugye nincs itt különleges tudósító és olyan emberek, akik tudnának mondjuk hideket vinni az amerikaiaknak vagy az angoloknak. Egyrészt azért, mert hát Rákosék a korszakban ebben nem nagyon mennének bele. Másrészt meg hát egy ekkora országra felesleges is lenne fönntartani egy állandó tudósítót, mert ugye olyan fontos esemény nem történik ezzel a kis országgal, olvashatóban. Ez nagyon lényeges. 1948-ig ezért inkább Prágában tartózkodnak a tudósítók, és aztán utána, mikor ott is megtörténik a váltás, átmennek Bécsbe. Tehát azok a cikkek, amelyek Magyarországról szólnak, javarészt, 1956-ig javarészt Bécsből íródnak, illetve a bécsi tudósítókon keresztül jut el az Egyesült Államokba, illetve azokhoz, akikre mondjuk számíthatna az ország bármilyen szinten. Fontos és lényeges kérdés, hogy azért is érdemes a magyar forradalom különböző hatásaival foglalkoznunk, mert látható, szintén ugyanegy ilyen, bár csak a New York Times-ot mutatom meg, hogy mi változik. 1956. október 24 és 62 vége között az első kimutatás, látjuk, hogy Lengyelországhoz közelít Magyarország, tehát pont az 56-os események miatt, tehát amennyire elkezdnek foglalkozni az országgal, ismét felkerül az amerikai politikai meg sajtótérképre a hazánk. És a másik, ami különösen érdekes, hogy 58. június 17-én 16-án van Nagy Imre és társai kivégzése, tehát hogy az egy nappal később jelent meg a kinti sajtóban, tehát ott látjuk, hogyha viszont oda veszük, akkor látjuk, hogy meg is haladta. Egyébként Galant Tibornak van egy érdekes gondolat, amit én itt most átveszek tőle, hogy a Bezzeg ország lesz Lengyelország 1956 után az amerikaiak szemében, és Vladislav Gomulka, tehát így is kell néznünk ezt, és látható, hogy azért tényleg elindult egy lavinát a magyar forradalmi szabadságharc. Tehát az egyik hatása az ez, hogy elkezdtek velünk foglalkozni, ami szerintem egy lényeges kérdés. Szóval ez. Mindenki azt szokta mondani, és erre is hozok egy hatásvizsgálatot, ugye tudjuk, hogy 1956-ban nem csak a magyar események vannak a nemzetközi közvélemény előterében, hanem egy teljesen másik történet is, ami azonban bizonyos pontokon, ha máshogy idejében, meg hatásaiban találkozik a magyar forradalom eseményével, az 1956. október 29-i szuezi események, és általában azt szokták mondani a jól értesültek, hogy igen, én ezt tudom, mert amikor ugye Suezben bevonultak a franciák, meg az angolok, ez volt az oka annak, hogy a szovjetek eltaposták a magyar forradalmat, és mindenki ezt mondja, ez egy Kádár korszakbeli mítosz, és nem véletlenül terjesztik. Az a célja, hogy azt mondhassák az itteni, hát mondjuk azoknak a volt forradalmároknak, akik időközben majd kijönnek a börtönökből, meg a hozzátartozóknak, hogy lám-lám, benneteket a nyugatiak is cserben hagytak. Ez a dolognak a lényege, mert mi a valóság? Az, hogy mikor lesz a szuezi akció, azt már október 22-én eldöntik a franciák, az angolok és ugye Izrael. Tehát még a magyar események nincsenek is a képben, már eldöntik, hogy ez be fog következni, és ők a lengyel eseményekre hivatkoznak, tehát hogy a Vladislav Gomulkára, és ahogy ez mit fog majd eredményezni
a Szovjetunió számára, ezt tudják. Az egy másik kérdés, hogy amikor bekövetkeznek a magyar események, ennek borzasztó volt, megörülnek, mert még egy indokot jelent, tehát azért gondoljuk bele, hogy egy támadást megindítani, azt nem egy-két nap kérdés, azt el kell 3-4 hónappal előtte szervezni. Tehát gyakoroltatni kell az egységeket, a partra szállásra, minden egyéb, ugye föl kell őket szerelni, be kell hívni a tartalékokat. Tehát ez nem olyan egyszerűen működik, hogy hoppá, kitört a magyar forradalom, és akkor én 6 napon belül meg majd indítok egy szuezi offenzívát. Tehát ez mondjuk, aki katonai szemmel nézi a dolgokat, vagy hadtörténészként, az egyből azt mondja, hogy ez nonsense. Tehát nem is így zajlik, a támadás kijelölése október 22-én zajlik, de úgy, hogy már tudják azt, hogy támadni fognak, mert már nyáron elkezdik szervezni tulajdonképpen az egész akciót Nasser ellen, amikor azért még nyáron nem lehet tudni, hogy majd lesz egy magyar forradalom és szabadságharc. Egyébként jellemző módon azért azt is hozzá kell tennem, hogy az amerikaiak és a CIA jelentéseket, hogyha olvasgatunk a korszakban, gőzük nem volt arról, hogy Magyarországon mi fog történni. Nem is számítottak ilyesmire. Lengyelországban gondolkodtak, hogy lengyel események lesznek majd, ami esetleg érdekes lehet, de Magyarországról csak röviden annyit írtak, hogy csendes, és hát nem várható semmilyen beletörődő, tehát nem várható semmilyen robbanás. Erre még azért egy picit visszatérnék, mielőtt tovább lennék, mert jól látható, hogy egyik befolyása viszont van. Megosztja a nemzetközi közvélemény figyelmét. Nem csak a sajtóban, hanem a politikában is. Tehát van egy magyar szabadságharci forradalom, ugye lehet látni, hogy mennyi foglalkoznak Magyarországgal a New York Times-i szövegben. Látható, hogy Magyarországgal azért többet, nézzék meg, hogy október 29-én kezd összecsúszni, tehát majdnem ugyanannyi. Tehát, hogy az, amikor elindulnak a szuezi események, akkor ez hát elviszi egy picit a nemzetközi közvélemény figyelmét. Ez nagyon fontos, ugye Szabó Zoltán, aki akkor Londonban dolgozik, és ő a Szabad Európa Rádiónak az ilyen angol sajtószemlézője, ő maga mondja azt, hogy Magyarország, és ezt már november 1-e után mondta, csak egy valamire számíthat, a világ közvéleményének a figyelmére, meg a külföldi sajtóra, ami esetleg állandóan érendben tartja a magyar eseményeket, és állandóan fog vele foglalkozni, akkor esetleg lesz valami lépés, ami jelenthet valamit Magyarország számára, tehát egy nyomást fognak helyezni a Szovjetunióra, de hát ugye látjuk, hogy azért Szuez ezt a figyelmet alaposan erodál. Ki az első kormány, aki felszólal a magyarok érdekében? Hát nem az Egyesült Államok. Nem az Amerikai Egyesült Államok, aki mondjuk küld egy közvetlen nyilatkozatot a Szovjetuniónak, hogy már pedig, ami Magyarországon folyik, mondjuk október 24-től kezdve, azt fejezzék be. Nem, Ausztria lesz. Ez különösen érdekes, és az osztrákok egy picit meg is voltak zavarodva, hiszen tudjuk, hogy az 1955 májusi osztrák államszerződés után független államként szerepeltek, és semleges államként szerepeltek a nemzetközi térben, és most volt az első alkalom, alig lettek ugye semlegesek, amikor reagálni kellett egy ilyen helyzetre, valójában el kellett kezdeni játszani azzal a gondolat, hogy mit is jelent az, hogy tulajdonképpen semlegesek, ez most jelenteti azt, hogy akkor nekik nem is kell foglalkozni semmivel, szólhatnak-e egyáltalán egy nagyhatalomhoz, akivel problémájuk van, tehát hogy lehet egy ilyen helyzetbe föllépni. És ők úgy döntenek a magyar események hatására, igenis kötelességük szólni a Szovjetuniónak, hiszen a határaiknál történik ez a beavatkozás, meg ez a fegyveres konfliktus, hogy hagyják abba, és keressenek egy politikai megoldást. És pontosan erről fognak október 28-án egy nyilatkozatot küldeni, egy kormánynyilatkozatot. Ők az első ország, ami ezt megteszi, ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát akik úgy gondolják, hogy az amerikaiak azok, akik ilyesmire vetemednének, nem, az amerikaiak meg teljesen más lesznek. Ez az egyik ügy. A másik már nem november 1-én, hanem tulajdonképpen 56. október 23-án elindulnak a menekülések, még nem mondok menekülteket, de ezek jellemzően a Rákosi rendszerhez köthető személyek, akik úgy döntenek, hogy átmennek a határon, esetleg AVH-sok és egyebek, akik pár százan hát olajra lépnek Magyarországról a forradalomnak köszönhetően, őket majd aztán vissza repatriálják, de az osztrákoknak már ekkor ott van a fejükben az a gondolat, hogy úristen, mi lesz, hogyha majd megindulnak a tömegek, és lépni kell. És mi a gond? Hát Ausztria a II. Világháború után egy folyamatos
nyugodtan mondhatom, permanens menekült válsággal küzdik, hiszen ott vannak a területen az úgynevezett displaced personok, azok a hontalan személyek, akik a második világháború folyamán elvesztették a honosságukat. Tehát itt vannak lengyelek, népi németek, itt lehetne sorolni azokat, akik ott tartózkodnak a második világháború után folyamatosan Ausztria területén menekült táborokban, és amikor az 56-os magyar menekült válság kitört, még mindig 130 ezer ilyen emberük van, aki különböző menekült táborokban él, azért mert mondjuk akár mondjuk zsidó származású, vagy egyéb is egy, nem, szóval nincsen honossága, nem egészen lehet tudni, hogy mi fog vele majd történni a következőekben. Tehát Ausztriának föl kellene készülni, egyrészt ugye ott vannak azok a gyakorlatilag laktanyák, amelyeket majd oda tudnak adni a magyar menekültek számára, amik kivonultak a szovjet csapatok. Másrészt ott vannak olyan akár első, második világháborús fogolytáborok, ahova majd be tudják terelni a magyar menekülteket. Azért az életnek van fanyag humorérzéke, van olyan menekültünk, aki ugye zsidó származású, magyarként először deportálták ugye a háború folyamán Ausztria terület, és pont egy olyan táborba kerül 44-ben, ahova majd 56-ban is viszik őt, és szinte majdnem ugyanabban a barakban. Tehát előfordulnak a történelemnek, hát van ilyen sajátságos momentuma is. Az összes menekültek számára 200 ezeret szoktak mondani, ugye 180 ezer megy Ausztriában, 6 ezer ember menekül el november 4-én, és a legnagyobb szám az október, illetve november 23-án van 56-ban, ez 8570 fő körül van. Tehát az a tetőpont, és utána folyamatosan csökken, azért mert a szovjet csapatok segítségével majd ugye szintén ugye újra föláll a magyar határőrség, tehát megerősödik, elkezdődik majd a műszaki akadálytelepítés, elkezdődik a jobb határőrizet. Tehát decembertől 56 végétől már elég nehezen tudnak nyugatra menekülni, akkor indul el Jugoszláviába az irány, és a jugoszlávok ugye a Nagy Imre kérdés mellé megkapják a magyar menekülteket is 57-től. Ott viszont eléggé érdekes a helyzet. Azok, akik családdal érkeznek Jugoszláviába, őket általában elviszik ilyen üdülő telepekre, tehát a Horvátország területére, meg olyan, ahol mondjuk ilyen üdülők vannak, tehát a tengerpartra. Viszont aki mondjuk fiatalként, és ők vannak a többen, és gyanús esetben a jugoszlávoknak, hogy fegyverrel is harcol, őket elviszik Gerovóba. Gerovó az egy ilyen katonai tábor volt, nagyon sokáig nincsen sem, normális tisztálkodási lehetőség a fiataloknak, és több ezeren vannak ott, sem normális ivóvíz. Nekem egykori szemtanúk meséltek olyasmit is, hogy amikor bementek, akkor az elsők között egy akasztófa állt a tábor területén, és az ott lévő jugoszláv tiszta zanyitnót, hogy hát ássák ki ezt az akasztófát, tegyék el, valahol még lehet, hogy szükség lesz rá. Tehát ez egy teljesen másfajta mondjuk hozzáállás a jugoszlávok részéről. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága meglátogatja egyébként majd 57-ben, 58-ban ezeket a táborokat, és Gerovóban is olyan hát állapotokat talál, amit majd jeleznek Titóéknak, hogy azért ez így nincsen rendben, és utána kezdenek majd változtatni a körülményeket szépen fokozatosan, és hozzátartozik, hogy a jugoszláv magyar vegyes bizottság tagjai azok folyamatosan tudnak járni a jugoszláv táborokban, agitálni az ott lévő magyarokat, hogy térjenek haza. Itt is történik olyan, hogy egy volt AVH-s kerülben a vegyes bizottságba, Gerovóba, akit fölismernek, és majdnem egy lázadást tör ki a táboron belül rögtön, hogy hát mégis hogy gondolják ezt, hogy egy ilyen embert, aki annak idén a másik oldalnál bekerül egy ilyen hazatérést elindító bizottságba. Romániában csak azért foglalkoznék, mert állandóan előkerül, különösen 56 után, hogy Romániának ugye minden sikerül, úgymond a nemzetközi térben, tehát ugye barátja lesz az Amerikai Egyesült Államoknak, meg minden, kivonulnak a szovjet csapatok 58, a Magyarországon ugye semmi nem jön össze ebből, hogy ez miért van. Ezeket megtaláljuk egyébként a most olvasható szakirodalmakban is, hogy általában Romániára hivatkoznak, hogy a Borgyi Lászlónak a könyvében láthatunk ilyen pontokat, ez miért történhet meg, hogy Romániának nagyobb a mozgás, de hogy egyrészt ő azt mondja, mert kivonulnak a szovjet csapatok, ez nem olyan egyszerű kérdés, mert már 1955-ben felvetik a románok, pont az osztrák államszerelés után, mi lenne, hogyha a szovjet csapatok távoznának, ezen Huscsov először felháborodik. Tehát, hogy a szovjet ellenséggel vádolja a román elvtársakat, hogy erről szó nem lehet. Aztán ugye 55-ben elkezdenek tárgyalni, és utána eljutnak odáig, hogy majd megtörténik ezek a kérdés. Hát azért a Románia ezért sokat tesz, hát gondoljuk például a Nagy Imre ügynek az intézésére, akik Sznagovban van a csoport,
tehát meg az egész hozzáállásukra a magyar ügyhöz, tehát ugye tudjuk, hogy nagyon sok ugye per van Romániában, ami kisebbségi magyarokat érint, akár Székelyet is, itt gondolhatunk akár a kolozsvári magyar egyetem bezárására, illetve beolvasztására és minden egyébre perekre, tehát nyilván ebből is látom, hogy a románok mire használják a forgalmat, tehát arra, hogy megoldják a problémáikat, ami a területüken élő magyarsággal kapcsolatos, hiszen amikor kitör a forradalom, akkor már október 24-én összeülnek az elvtársak Romániában, és az első dolguk az, hogy visszahozzák a cenzúrát, megerősítsék a határt, és ilyen dolgokkal foglalkoznak, aztán majd fokozatosan azzal, hogy hogy lehet ezt az egész kérdést felhasználni a magyar kisebbség ellen, aki Romániába ért. Tehát látod, hogy erre is akár lehet használni sajnos a környező államokban 56 kérdését. A másik, amit mondanak, az, hogy a Romániának gyenge az internacionalista elkötelezettsége, tehát a más kelet-közép-európai meg nyugati kommunista pártokkal való kapcsolatai. Hát azért gondoljunk ebből, hogy 1956-ban Kádárék ezt nem igazán tudták volna fölrúgni, hiszen közvetlen segítséget kaptak. Egyrészt ugye a Szovjetunióból hatalma biztosítására fegyveresen, másrészt folyamatosan jönnek ide az 56-os forradalom után különbözőféle kommunista delegációk. Hát itt van ugye itt van a kínai delegáció, folyamatosan majd jönnek a románok is, majd ugye jönnek akár még nyugatról is a brit kommunista párt. Tehát hogy ezeket így fölrúgni, pont ugye Kádárnak volt a legnagyobb szüksége arra, hogy valahogy megerősítsék az ő pozícióját ezekkel a látogatásokkal is. Tehát ezeket nem tudta volna fölrúgni. Ugye a románok nyilván ezt kicsit máshogy kezelték. Egyben viszont egyetértek. Valóban Romániának ad egyfajta bátorságot, hogy a külpolitikai térben egy nagyobb lehetőséget az, hogy ők pozitívan jönnek ki a 20. századi világégésekből. Tehát terül egy gyarapodással, ez egy teljesen másfajta mondjuk így önbizalmat jelent a külpolitikai fellépéshez, mint ahogy Magyarországra érvényes. De nézzük meg a valóságot, hogy Magyarországnak lett volna ugyanezekre a lehetősége, és ez szintén 56-nak hozadéka. 56 után végképp nem. Tehát arra, hogy a szovjet csapatok elhagyják a Magyarország területét, de biztos, hogy nem. Kádárnak folyamatosan 56 fóbiája volt, tehát elképzelhetetlen. És egyébként, amikor az 55-ös osztrák államszerződést megkötik, akkor Rákos is borzasztóan félt attól, hogy egyáltalán szóba kerülhet az, hogy a szovjet csapatok elhagyják Magyarországot, hiszen ő is nagyon jól tudta, hogy a hatalmát elsősorban köszönheti, tehát erről szóba nem kerülhetett. Ez az egyik feladatörténetnek. A másik pedig, hogy az osztrák államszerződéssel és azzal, hogy Ausztria egy semleges állam lett, Magyarország közvetlenül határos lett a szabad világgal, és Magyarország, hogyha szintén egy hasonló státuszt kap, akkor a Szovjetunió lett volna határos közvetlenül a szabad világgal, és ezt a szovjetek el akarták kerülni. Ennek sok oka van, az egyik ok éppen 1941-ben keresendő, amikor ezeknek a kisebb országnak a területéről megtámadták őket, és ez benne volt ugye az elvtársaknak a gondolkodás módjában. Ezt egyébként jól érezte az amerikai külügy is, hogy valahogy a Szovjetunió területi épségét folyamatosan hangoztatni kell, hogy ezt nem érheti semmilyen kár. Ezt meg is tették egyébként, és pontosan ez a lényege majd annak azoknak a lépéseknek is, amit az Amerikai Egyesült Államok külpolitikusai elkövetnek 1956-ban. Tehát ugye a Magyarországnak a szerepe a szovjet biztonságpolitikában azáltal, hogy Ausztria semleges állam lesz, megnő és felértékelődik. Hiába van benne az 1947-es Párizs környéki békében, hogy addig tartózkodhatnak itt a szovjet csapatok, ameddig ugye Ausztria megszállás alatt van, ugye a területeket biztosítandó, illetve a határvonalat biztosítandó, hiába írják le az osztrák államszerződést. Ez nem oldja meg a gondokat, hiszen nem véletlenül hozzák létre egy nap az államszerződés aláírása előtt a Varsói szerződést, ami lehetőséget biztosít abban esetben, hogy tagállam kéri ott tartózkodni ugye a szovjet csapatoknak, hát nyilvánvalóan erre azért az eltárs magyar eltársak hajlandóak lesznek, amennyiben szükséges. Az egyik ok, a másik pedig azért ne gondoljuk azt, hogy mindent csak a szovjetek maguktól találnak ki, hiszen a nyugatnémeteket pedig az amerikaiak beléptetik a NATO-ba. Tehát egy erre is való reakció a Varsói szerződés, és ezért is értékelődnek fel azoknak az országnak a területei, ahol mondjuk, amelyek közvetlenül határosak lesznek majd Ausztriával. És ami nagyon fontos, hogy Kádárnak a személy és a szerepe teljesen más, amiről már elkezdtem beszélni. Akár mondjuk a Nagy Imre kérdésben és minden másban, sokkal inkább lekötelezett a Szovjetuniónak, mint a román vezetés minden tekintetben. Gondoljunk csak a politikai perekre és minden egyébre, vagy az ő hatalomra kerülésére. Ez egy teljesen másik fajta pozíció és lehetőségi skálát jelent az ő számára, mint mondjuk a Romániában az ottani kommunisták.
Beszélgessünk egy kicsit az amerikaiakról, ugye egy Foster Dallas nevű báti szemüvegben, Eisenhower elnök mellett, és hoztam két idézetet, az egyik, és azt mondom, mind a kettő nagyon jellemző ennek az embernek a gondolkodás módjára, hogy megértsük, hogy valójában mi is zajlik a fejében általában. Ugye az első az, hogy ő mit gondol a sikerről, tehát ugye van egy probléma a területen, és ugye hogyha valami nem úgy történik, ahogy szeretné, akkor neki kell valamit változtatni, valami stratégiát. Ez egy abszolút reálpolitikai hozzáállás, tehát a lehetőségeihez méri az ügyeit. A második idézet is erről szól, ugye ez is egy tipikusan olyan mondat, ami azzal függ össze, hogy hát hogy tud elmenni úgy a határaik, hogy ne legyen semmifajta háború, és hogyha ezt ugye meg nem próbálja megkísérelni, akkor meg ugye automatikusan vesztesként kerül ki a történetből. De azt mondom, hogy ez is egy nagyon jellemző mondat Foster Dallas története, 56-ban és még inkább előtte elmentek a határig, tehát addig a pillanatig mentek el, ameddig nem tudták kockáztatni a harmadik világháborút, amikor úgy érezték, hogy a legkisebb mértékben is odáig jutnak, hogy bármilyen mértékben ez fölmerülhet, akkor már nem. De át kellett állítani az amerikai politikát, hiszen miről szólt 1956-ig az Amerikai Egyesült Államoknak a politikája? 1956-ig nem szólt másról, mint hogy van egy felszabadítási politika, nem elég, hogy azokat a területeket, ahol megjelennek a szovjet csapatok Kelet-Közép-Európában, majd valahogy visszafordítják, hanem ide ők fognak majd erről a területre befolyást gyakorolni és behatolni. Ez amit 1947-ben Truman elnökkel elkezdődik az amerikai külpolitikában. Ha végig gondoljuk, ennek a legsikeresebb terméke a Szabad Európa Rádió 1951-től, és az amerikai propaganda, hiszen ott lehetett mondjuk adott esetben ilyen fajta politikát folytatni. Csak az a kérdés, hogy mit tudtak a területről az amerikaiak, ugye beszéltük. Ugye tudósító nincs itt, a Szabad Európa Rádiónak sincs Magyarországon tudósítója. 1956-os forradalom kapcsán érkezik meg az első tudósító, de ő sem jut el Budapestig egyébként az eseményekből, hogy onnan közvetlenül tudjon majd tájékoztatást nyújtani. Azt tudták tenni, hogy hallgatták a magyar rádióadásait. Tehát abban meg ugye politikai propaganda van a másik oldalról. Tudták olvasni mondjuk a Szabad Néppel kapcsolatos ügyeket, hát hogy abból mire jutottak. Ott volt ugye a külkapcsolati lehetőség, tehát a diplomatákon keresztül tudtak némi információhoz jutni Magyarországról, meg az emigránsok, akik esetleg kivergődtek valamilyen úton, módon az országból, némi információra tehettek szert, meg azokat az újságírókat, akiket valamiért beengedett Rákosi Mátyásat az ország területére, mondjuk a Rajper kapcsán, kommunista és egyéb újságírókat, ha voltak velük némi nemű kapcsolataik, akkor kint meg tudták őket kérdezni azzal kapcsolatban, hogy végülis mi zajlik itt Magyarországon valójában. Tehát látható, hogy direkt tudósítóval nem rendelkeztek, ezért igazság szerint őszintén akarunk benne, azzal pontosan mi zajlik Magyarországon nem voltak tisztában. Mit eredményezett ez 56-ban? Szabad Európa Rádió kezdetben nem Nagy Imrét tünteti ki, Nagy Imrét Gerő Ernőhöz hasonlítják, a rádióban nagyon sokáig, tehát október végéig, november 1-ig szinte, egy elég negatív kritikát kap a magyar miniszterelnök, amúgy is elég nehéz a helyzete, de még ez is, Mindszenty József lesz a kitüntetett szereplő a Szabad Európa Rádióban, tehát ő az a szereplő, akiről úgy gondolják, hogy komoly politikai tényező Magyarországon, hát hogyha végiggondoljuk, abban az időszakban már ez nincs így. Tehát azok a fiatalok, akik az utcán harcolnak, ők hát mondjuk nagy többségben nem Mindszentyt támogatják, az igaz, hogy nem is Nagy Imrét, de nem is Mindszentyben gondolkodnak semmiképpen, de hát mégis ő az, akit ugye kezdetben támogatnak. Az amerikai külpolitika 56-ban, amikor először ül le és foglalkozik a magyar ügyekkel, a magyar szabadságharc és forradalom, az 1956. október 27-én van, ez egy nemzetbiztonsági tanácsi ülés, amelyet hát nem azt mondják, hogy a magyar forradalom eseményéről ülünk le beszélni, egyébként is az angol szászok a revolutiont azt nem nagyon használják a magyar eseményekre, inkább revoltot vagy uprisingot, tehát valami felkelésnek apostrofálják az eseményeket, vagy egyszerűen rebel, tehát lázadás. Ez a ülésnek is a címe, hogy a magyar lázadásról és a lengyelországi helyzetről tárgyalnak, tehát a forradalom meg felkelés szóba se jön október 26-án. És amikor elkezdenek tárgyalni, akkor az első, ami felmerül, ugye Stassen van, aki a szenátorban, aki a Eisenhower elnök veszerelési tanácsadója, hogy mi lenne, ha felajánlanák a Szovjetuniónak, hogy Magyarország is egy semleges állam legyen, tehát hogy egy semleges státuszt kapjon. Na hát erre Foster Dallas azt mondja a külügyminiszterként, hogy nem. Most itt jutunk el a kérdésig, hogy miért nem ajánlja fel ezt az Amerikai Egyesült Államok. Hát láttuk ezeket az idézeteket,
ez a külügyminiszter ez nem abban gondolkodik, hogy a semleges államok zónáját majd elkezdi kiépíteni a Szovjetunió körül. Az esze ágában sincsen, úgy gondolkodik ezekre a területekre, hogy ezeken a területeken majd valamikor, ha most nem, akkor majd később, akár 20-30 év múlva teljesen, de valamikor amerikai befolyásra kell szerteni. Tehát ezek a területek ne legyenek semlegesek. Már Ausztria semlegességét is elég nehezen nyerte le az amerikai külügyminiszter, azt meg Hruscsov kezdeményezte, tehát úgy gondolta, hogy odaadtuk nekik Ausztriát, úgymond, mert ő így érzi, ne adjuk oda most még Magyarországot is ilyen módon, amit el tudnak képzelni, maximum Jugoszlávia. Tehát a jugoszláv modellben tudnának gondolkodni, és innen jön elő a Ceausescu történet, a Ceausescut miért támogatja annyira az Amerikai Egyesült Államok. Nemzeti kommunisták akarnak mindenáron, vagy nemzeti kommunistákat akarnak keresni a Kelet-Közép-Európa meg a Balkán területein, és őket akarják támogatni, tehát ilyen titó modelleket keresnek a területen. És hát Nagy Imrébe ugye ezt ugye nem látják, tehát ők nem úgy gondolják, hogy ez nem érdekes, hogy Kádár Jánosban igen, de ez egy másik történet is, már egy későbbi sztori, de pontosan és éppen ezért gondolják úgy, hogy ha a jugoszláv modell nem megy, akkor ne ajánljuk fel ezt a semlegességet. Strasser nem hagyja magát a döntés után, fölhívja az elnököt telefonon és megpróbálja rábeszélni, hogy akkor is. Az elnök egy picit gondolkodik, aztán ugye mégis azt mondja a Foster Dulles külügyminiszternek, hogy jó lenne, ha valahogy elhelyezni a beszédetbe ezt a semlegességet. Hiszen másnap ugye Dallesba megy, ahol már az elnökválasztás kapcsán mond egy beszédet. Tehát ez nem nyilatkozat, ez egy elnökválasztásra kapcsolatos beszéd. És ott azt mondja, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem tartja fegyveres szövetségeseinek a kelet-közép-európai államokat. Most ebben benne van az, hogy akkor is, de egy szó szerint nem hangzik el, hogy semlegesség, mert ezt akkor is kikerüli Foster Dulles, tehát makacs. Hiába az elnök mondja, ebből is látta, hogy érdekes egy picit a korszakban az amerikai külpolitik, hogy ki a valós irányító, hol Eisenhower, hol a külügyminiszter, tehát Foster Dullesnak mondjuk egy jóval magasabb, kiemeltebb pozícióval, mint egy átlag, vagy előző mondjuk amerikai külügyminisztereknek ebben a tekintetben, és ezt megengedi magának ezt a mondatot. Odáig mennek el, hogy ezt nem csak így közlik a szovjetekkel, hogy nem fognak beavatkozni fegyveresen, hanem ezt az amerikai nagykövetség Moszkvában szintén közli a szovjetek. Ha esetleg nem hallották volna ugye a Dulles-i beszélt, akkor még nyilvánvalóbb legyen, hogy ők Magyarországért semmilyen fegyveres konfliktusnak a árnyékát sem fogják vállalni. Ennyi, ami történik közöttük kommunikáció választás. Persze azt elmondja, hogy nagyon jó lenne, hogy ezek a területek majd valamikor ugye egy másfajta. Tehát ezeket klisséket, de tulajdonképpen a beszédnek ennyi a lényeg, és ezt a pontosan is nagyon jól értik a szovjetek. És pontosan ezért van az, hogy az amerikaiaknak át kell alakítani az egész addigi gondolkodásukat a területről, és a úgynevezett rollback helyett, mert föl kell adni azt, hogy majd valamikor visszaszorítják a területről a szovjeteket, ezt nem lehet mondani a magyar menekülteknek sem, akik majd megérkeznek az Egyesült Államokba, aztán meg majd fölveszik velük az interjúkat, és hallgathatják azt, hogy ők a Szabad Európa rádióadásai alapján azt gondolták, hogy valóban jönnek az amerikaiak, akkor szembesülnek ezzel, hogy tulajdonképpen mi az, amit valójában elkövettek. Változtatni kell, és ez az úgynevezett fellazítási politika. Tehát bizonyos dolgokért, hogyha látnak mondjuk egy ország területen mondjuk egy ilyen nemzeti kommunista vezetőt, aki Moszkvától eltérő utakat épít, akkor igyekeznek neki bizonyos ügyeket, dolgokat apránként csepegtetni, tehát próbálnak az országon valami utómódon segíteni, és akkor építhet amerikai kapcsolatokat is. Ugye nálam majd ez fog elmenni egészen a Szent Korona visszaadásáig. Most, hogyha megnézzük, már igyekszem rövide zárni, hogy több diát hoztam, de látom, hogy az idő is meg, hogy az amerikai szempontból félig teli vagy félig az üres a pohár 56 szempontjából, amit akarok fogalmazni, akkor meg kell nézni, hogy miket értek el. Hát, ugye a menekült kérdés, Amerika hozzáállása elég érdekes. De tudjuk, hogy Amerikában egy kvóta szerint veszik át az embereket, ez azt jelenti, hogy van egy törvényük, amely arról szól, hogy ez 56-ban egy pici módosuláson esik át, idegenesen fölfüggesztik, hogy meghagyják az Amerikai Egyesült Államokban lévő nemzetiségi arányokat. Tehát, hogyha megvizsgálják azt, hogy hányan akarnak az Amerikai Egyesült Államokba belépni, az ne borítsa fel az ott lévő arányokat. Tehát Kelet-Közép-Európából is úgy vesznek át embereket, hogy az ottani arányok megmaradjanak, tehát a magyarok létszáma ne növekedjen meg drasztikusan, vagy a lengyelekéne, pláne az olaszokéne, ugye? Tehát, hogy ezt valahogy megtartsák azokat az állapotokat, mert ők így gondolkodnak, amelyek mondjuk az 50-es években voltak az Egyesült Államokban.
Ezért van az aztán, hogy New York Times-ban is van egy újságíró, aki úgy gondolja, hogy az írni kéne nekik egy cikket ezzel kapcsolatban. Max Frankelt azért említeni meg, mert egy zsidó származású fiatalember, aki éppen a náci Németországból menekül a szüleivel, és ő lesz az, aki megelégeli ezt az amerikai politikát, és hát ír egy eléggé érdekes replikát, ami kifejezetten az Eisenhower adminisztrációnak szól, és megkérdezi tőlük, hogy ugyan már mondjátok meg nekünk, hogy most akartok-e menekülteket egyáltalán az Amerikai Egyesült Államokba, vagy nem. Ha nem akartok mondjuk magyar menekülteket, akkor legyetek kedvesek, menjetek oda, és kommunikáljátok le a magyar menekülteknek, hogy nem akartok magyar menekülteket befogadni, és ezt kommunikáljátok utána is, tehát ne legyenek szögdösések a határon, hogy ne kerüljenek bajba az én emberek, ne lőjék le őket, mert ők mondjuk úgy gondolják, hogy az Amerikai Egyesült Államokba szeretnének eljutni. Ugye végül befogadnak 35 ezer embert, de ha belegondolunk, hogy például Svájc, ami jóval kisebb arány, lakossággal rendelkezik, gazdaságilag is, meg 12 ezer embert fogad be, egy 180 milliós ország meg 35 ezeret, akkor azt gondolom, hogy elkezdhetünk gondolkodni, lehet, hogy számokban több, de a valós számokat tekintve Svájc sokkal nagyobb, hát úgy mondjam, feladatot vállalt magát. Mi a, ami számukra lényeges? Hát az a lényeges, hogy az amerikai kommunista párt, ami ellen annyit harcoltak McCarthy alatt, meg ugye Hollywood, ahol rengeteg olyan szereplő van, aki mondjuk ilyen titkos vagy rejtetten kommunista párti tag volt, ezektől most 56 kapcsán végre meg lehet szabadulni, nem kell kormányzati beavatkozás, nem kell ugye amerikai ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság, nem kellett meghallgatások, pusztán csak azért, ami Magyarországon történik, ők ki fognak lépni a pártból, és ezzel meggyengül az a mozgalom, tehát ezt ők egy sikernek könyvelik el, és egyébként nagyon örülnek abból a szempontból is, hogy az, ami zajlik Magyarországon, és az a megtorlás után, ezt is folyamatosan föl tudják használni a propagandába, és folyamatosan tudják vele támadni a Szovjetuniót, tehát egy állandó lehetőséget nyújt a számukra. Nem lehet, hogy ezért tartják állandóan kérdésen, tehát állandóan napirenden, mind az ENSZ-ben, mind a sajtóban a kérdés. Ami gond a magyar kapcsolatok szempontjával, az, hogy ott van Vincenti József a követsége. Hogy mi történjen ebben az esetben, 56 és 71 között tartózkodik ott, hiszen ez egy állandó problémát jelent. Ez nem csak a diplomáciai kapcsolatokban jelent problémát, hanem a napi működésben jelent problémát. Hiszen mindenki, aki belép az amerikai nagykövetségre, megfigyelés alatt áll. Beszél-e Vincentivel, nem beszél-e Vincentivel, ugye újságírók jelnek meg, akik akarnak vele beszélni. Nem tudják fönntartani azt a kirakatot, amit eddig ugye berendeztek mindenféle dolgok, ami a magyaroknak szólt volna propaganda, mert ugye az is problémás. Nem tudnak brosúrákat osztogatni, mondjuk az oda betévedőknek az amerikai élettel kapcsolatban színes magazinokat, tehát hogy ezt a tájékoztatási tevékenységet nem tudják végezni. Ráadásul, hogy a diplomatáikat nem csak megfigyelik, hanem ugye megzárják is, mozgásokat korlátozzák, és mind-mind elmegy egészen ez a Vincenti ügyik, tehát ez egy folyamatos problémát jelent a számunkra, ugye itt van a Vatikáni ügye, tehát ugye ez nem egy ilyen túl pozitív, ezt valahogy igyekeznek megszüntetni majd. Azért ezzel kapcsolatban mondanék egy pár szót, hogy mit is jelent pontosan ez a kommunista kiábrándulás. Ne gondoljuk azokra az emberekről, hogy John Gates-en átadjuk amerikai kommunista párt napilapjának, a Daily Worker-nek a főszerkesztőjét, hogy mit is jelent ez tulajdonképpen. Nem azt jelenti, hogy ezek az emberek, akik abba hagyják végül is a kommunista pártával kapcsolatot, hogy ők letesznek a baloldaliságukkal. Ezt nagyon fontos elmondani, hogy más alternatív baloldali mozgalmakhoz csatlakoznak, pusztán csak a Szovjetunió dicsőítésével hagynak fel, és azzal a mondjuk így, vagy annak a szovjetunióbeli politikának a követésével, amit a pártjaik megvalósítanak. John Gates-ről annyit érdemes megjegyezni, hogy tényleg egy abszolút hardcore kommunista figura. Tehát a spanyol polgárháborúban ő vezeti az úgynevezett Lincoln brigádot, ami az amerikai kommunista párti tagokból áll. Még eljut odáig is, hogy kivégeztet egy amerikai dezertált katonát, tehát egy abszolút ilyen kemény vonalasnak mondható, egészen az 1956-os eseményekig. Amikor megtörténik a Magyarországon a beavatkozás, különösen 1956. november 4-e után, akkor úgy dönt, hogy elég volt, és a lapját, amely egyébként az amerikai kommunista pártnak a lapja, teljes egészében szembefordítja a saját pártjával, engedi az alternatív vélemények megjelenését, engedi a nem szerkesztett olvasói leveleknek a publikálását, amelyek egyébként felháborodásra adnak hangot, és ez is egészen eljut odáig, hogy többen kilépnek. Hogy kik lépnek ki, hát még egy embert szeretnék megnevezni, őt úgy hívják, hogy Howard Fest. Aki látta, esetleg a Kirk Douglas-szel előállított 4 Oscar-díjas Spartacus című filmet, Howard Fest az, aki az eredeti történetet írja. És abból lesz a forgatókönyv, és Howard Fest amerikai kommunista párti tag. Innen már azt gondolom, hogy értette, hogy a filmben miért egy ilyen őskommunának
mutatják be a, hát az ott lévő rabszolgákat. Pontosan ez a dolognak a lényege. És ehhez képest, amikor eljutunk 1956-ig, ez az ikon, ami az amerikai, aki tényleg az amerikai kommunisták egy kiemelt ikonja, folyamatosan hivatkoznak rá, a könyveit rengeteg fiatal veszi és olvassa, ő is azt mondja, hogy elég volt és kilép ebből a pártból. Tehát ebből látjuk, az amerikai politika mire is tudja valójában felhasználni a magyar eseményeket, nem beszélve arról, hogy a vitáknak köszönhetően az alap is megszűnik. Tehát a John Gates szerkesztette alap. Ugyanez a helyzet is, hát tényleg befejezem, a brit oldalon, ez még érdekesebb, hogy ott is mit eredményez. Van nekünk egy fiatal újságíró, 29 éves, aki itt van a forradalom alatt. Úgy hívják őt, hogy Peter Fryer, kicsit ilyen Leninre hajaz, szerintem nem véletlenül a figura. Igen, vagy Trotsky, igen, nézőpont. Most 1949-ben a Reuter idején van itt először rendkívül fiatal emberként és tudósít, úgy, ahogy azt elvárják tőle a brit kommunisták. Tehát igenis, ugye egy hazárulóról van szó és minden egyéb. Majd ugyanőt akarják visszaküldeni 56-ban is, hogyha egyszer már jól tudósított Magyarországra úgy, hogy azt mi elvárjuk, tehát majd itt is meg fogja találni a Pesti utcán 56-ban a fasisztákat meg a forradalmárokat, akkor megint sikerülni fog ez a dolog. Meg is érkezik Magyarországra, csak az a baj, hogy éppen Mosó-Magyaróvára a sortűz után egy nappal. És olyan szinten mellbevágja mindaz, amit lát, hogy egyszerűen nem hajlandó átvenni a szovjet frazeológiát, nem hajlandó úgy tudósítani, hogy elvárják tőle. Egyetlen egy tudósítása sem jelenik meg alapban, ami szintén Daily Worker-nek hívnak, ez az amerikainak a testvérlapja. A szerkesztőség is rendkívül megosztott lesz, cenzúrázzák a cikkeit, úgyhogy a végén nem fog más történni vele, mint hogy kirakják a pártból, mire hazaér. Tehát, és aztán majd különböző külföldi sajtóban adja el a tapasztalatait, amelyek nem kommunista lapok. Tehát ebből is látható, hogy ilyen ügyek azok, amelyek mondjuk így hullámot vetnek a magyar kérdés kapcsán nyugatot.